Ebben a videóban a kollagénről lesz szó, a kollagén hatásairól, elsősorban az emésztőrendszerünkre. Üdvözöllek itt, Ühely Szabolcs Zoárd! A kollagének számos fajtája van, de 5 van igazából túlsúlyban a testünkben, tehát amelyek a leggyakrabban előfordulók az élő szervezetekben. A kollagén egy természetes fehérje, mely fontos szerepet játszik a sejtjeink közötti térnek a felépítésében, illetve biztosítja a szervek és a szöveteknek a rugalmasságát, tehát például a bőrünk 75%-a kollagénből áll, és a testünkben lévő fehérjéknek kb. A 30%-a az kollagén. A kollagén neve egyébként a görög kollá, azaz ragasztó szóból ered. Ez is utal arra, hogy lényegében a feladata az összetartás, azaz a sejtek, a szöveteknek ugye az egyben tartása lehetőleg rugalmasan. A kollagén típusokat számmal szokták jelölni, tehát van 1-es, 2-es, 3-as, 4-es, 5-ös típusú kollagén, melyek közül egyébként az 1-es a legelterjedtebb a testünkben. Kb. A kollagénnek a 90%-a, ami bennünk van, az 1-es típusú kollagén. Az 1-es típusú kollagén szinte mindenhol ugye emiatt megtalálható a szervezetünkben, a bőrben, az erekben, az inaknál, a csontokban, és ő teszi ki tehát a 90%-át a bennünk lévő kollagénnek. Ez az 1-es típusú kollagén stimulálja is az emberi szervezetben a saját kollagénnek a termelődését, tehát mindenek előtt a legfontosabb. A 2-es típusú kollagénből épülnek fel az ízületi porcok, tehát például porckopás esetén ebből érdemes többet bevinni. A 3-as típusú kollagén van jelen a májban, a nyirokrendszerben, a csontvelőben, a szívben, illetve általában mindenhol jelen van, ahol az 1-es típusú is, csak kisebb arányban. A 4-es típusú kollagén pedig főként a tüdőnél és a belek környékén található meg, az 5-ös típusú kollagén pedig jellemzően a hajban van, illetve ebből a kollagénből jön létre a terhesség alatt a méhlepény is, mert ugye a méh nyálkahártyájához kapcsolódik. A kollagént általában porformában lehet bevinni nagyon mennyiségben, amit például vízben, vagy kókusztejben, vagy gyümölcslevekben elkeverve tudod a legegyszerűbben elfogyasztani. Ha kollagéntartalmú készítményt vásárolsz, fogyasztasz, fontos, hogy az minél természetesebb legyen. Vagy készíthetsz te magad is magas kollagéntartalmú húsleveslét, otthon csontosabb és bőrösebb marha, illetve szárnyas húsokból. Egy olyan 1,5 kg húst kezdj el főzni például a kuktában, vagy egy olyan edényben, amit jól el tudsz zárni, hogy minél kevesebb gőz távozzon belőle. Hozzáadhatsz almaecetet és sót is, mert ezek segítik gyorsabban kioldani a csontokból az ásványi anyagokat, és főz lassú lángon egy jó pár órán át csak a húsokat önmagukban, majd adj hozzájuk zöldségeket és főzd őket tovább. Fontos legalább egy 12-14 órán át főzni, de akár főztetett 24 órán keresztül is, mert minél tovább főzöd, annál több kollagén fog kifőni a csontokból és a húsokból. Ha lefőtt, hagyd kihűlni, majd szűrd le és tedd hidegre, de akár le is fogyaszthatod. Minden nap fogyaszt belőle 2-3 pohárral úgy, hogy előtte picit felmelegíted. A kollagén felszívódásához két fontos dologra mindenképpen szükség van. Az első a C-vitamin, lehetőleg teljes értékű C-vitamin, tehát nem mesterséges kapszula, tabletta vagy por. A legjobb C-vitamin forrásokra készítettem korábban egy videót, keres rá a keresőben. A második fontos dolog a kollagén beépüléséhez az pedig a gyomornak a kellő savassága, azaz ha nem elég savas a gyomrod, akkor nem fog tudni felszívódni a kollagén rendesen. Onnan tudhatod leginkább, hogy gyenge a gyomorsavad, hogy bélgázok, reflux, székrekedés, puffadás és más hasonló emésztőrendszeri gondok vannak nálad jelen. A gyomorsavad erejét a szüretlen almaecet rendszeres fogyasztásával tudod megerősíteni, illetve rövid ideig emésztőenzimet is alkalmazhatsz, ha már nagyon súlyos a helyzet. Nagyon sok problémát a testünkben az áteresztő bélszindróma okozza, amelynek az a lényege, hogy a bélfarnál lévő lyukacskák, amelyek átengedik a belegből a tápanyagokat a nyírok, illetve a vérkeringésben, megnagyobbodnak.
Ennek háttérében számos ok áll, de ami a lényeg, hogy ezek a lyukacskák megnagyobbodnak és elkezdenek átengedni a testedbe olyan anyagokat is, vírusokat, fehérjéket, melyeket nem kellene. Úgy képzeld el ezt, mint egy apró lyukó szűrőt, amelyet mondjuk teát akarsz átszűrni, de mivel kitágulnak a szűrőn lévő lyukak, beleöntöd a teafűves teát, a szűrő ugye nem fogja fel, hanem a teafű is tovább halad a szűrőn keresztül. Ezek a fehérjék, vírusok és más vegyületek így eljutnak a testet különböző részeibe, mert ugye már nem tudja őket megszűrni a bélfal, és gyulladásokat, fertőzéseket és egyéb gondokat okozhatnak. Nagyon sok betegség hátterében lényegében ez a jelenség áll. Az emésztőrendszerünk kapcsán az első fontos hatása a kollagénnek, hogy bizonyos mértékig szabályozni tudja a gyomorsav kiválasztását. Tehát egyfajta gyomorsav szint kiegyensúlyozó hatása van, azaz, ha kell növelni a gyomorsav szintet bizonyos mértékig, viszont vissza is tudja szorítani a gyomorsav mennyiségét, ha túl sok keletkezne belőle. A kollagén nagyon jó hatással van a gyomorban lévő fekélyekre is, ez a második fontos tulajdonsága, tehát segít begyógyítani a sebeket, amelyek a gyomorban ugye keletkeztek. A kollagén két fontos összetevő, a glicin és a prolin, központi idegrendszerünkre való hatáskon keresztül ugye segítik a testünket megszüntetni a stressz által kiváltott fekélyeket. És nem csak a regenerálódást segítik, de az újabb fekélyek kialakulása ellen is hatékonyan tud fellépni a kollagén. A harmadik, a legfontosabb hatása a kollagénnek, amit ugye az előbb említettem, hogy felgyorsítja a bélfal regenerálódását. A kollagén nem csak a bélfal regenerálódását, az áteresztő bélszindróma megszűnését segíti, de a benne lévő glutamin segítségével a gyulladásokat is csökkenteni tudja a bélrendszerben. Ebből fakadóan olyan gyulladásos bélbetegségek esetén is érdemes a kollagént a terápia részévé tenni, mint az IBS, a Crohn-betegség vagy a colitis. Több kutatásban is igazolták már azt, hogy a gyulladásos bélbetegségek esetén alacsony a szérum kollagén szint a betegnek a szervezetében. A kollagén hatására a víz hosszabb ideig marad meg a vékony bélben, aminek az a következménye, hogy a megemésztett ételek könnyebben haladnak át így rajta, tehát a kollagén hatására könnyebb és jobb lesz az emésztés, ez a negyedik fontos hatása, amit elérhetsz az emésztőrendszeredben a kollagénnel. Az ötödik terület pedig a májra való hatása a kollagénnek, azért, mert a kollagénből lévő glicin csökkenteni tudja a méreganyagok és az alkohol okozta májkárosodások negatív hatásait. Lébőjtkúrát vagy lébőjtölni ugye nem csak zöldségekkel, illetve gyümölcslevekkel lehet, de a magas kollagén tartalmú húsleveslével is, vagy ugye például akár kollagén tartalmú készítmények fogyasztása mellett. A 4 napon át például lehet csinálni a húsleveslékúrát, csontleveslékúrát, ugye csak húsleveslét iszol ebben az időszakban, vagy ugye vízben oldott kollagénport, ugye szilárd ételt nem fogyasztasz, vagy nagyon keveset, közben teljesen kizárod a növényi olajokat és a finomított szénhidrátokat. A keresőben rákeresve több módszert is találsz a húsleves, csontleves kúra végzéséhez. Remélem érdekesnek és hasznosnak találtad ezt a videót, és tudtam neked segíteni. Ha van tapasztalatod, véleményed a témával kapcsolatban, írd meg a hozzászólásokba, személyes kérdéseidet pedig küld el nekem e-mailben. Ha még nem iratkoztál fel a csatornára, ne felejts el feliratkozni, mert így kapni fogsz értesítést a következő hasonló videókról. Találkozunk a következő videóban, addig is az egészség legyen veled!